6 hétig kezelték idegösszeomlással Sáfár Anikót. Sokáig próbálkozott, hogy érvényesülni tudjon mind munkájában, mind a szerelemben is. Így rengeteg megpróbáltatást kellett átélnie ahhoz, hogy megtalálja mostani boldogságát Sáfár Anikó. A színésznőnek magánéleti és szakmai problémákkal is meg kellett küzdenie, amelyekről most a Borsnak mesélt. Fiatalon az első házassága végén már teljesen feladta a reményt. Kétségbeesésében sokszor gondolt arra, hogy véletlenül se legyen alkoholista vagy öngyilkos. A 70-es években épp ezért kellett megtanulnia elengednie a történteket. Direkt nem vigyáztam, pontosan tudtam, mivel tudom kinyírni magam, olyan sokszor voltam már beteg. Rengeteget dolgoztam, vizes mellhártya, tüdőgyulladás, szívizomgyulladás lett a vége. El akartam pusztítani magam, de mielőtt sikerült volna, idegösszeomlást kaptam. Napokig altattak, 6 hétig nem engedtek ki a kórházból. Akkor még nem sikerült feldolgoznom a velem történteket. Inkább meg akartam halni, mesélt a fiatalkori sötét időszakáról a színésznő. Hiába próbálta minden kapcsolatába 100%-ig beletenni magát. Mégiscsak harmadszorra sikerült megtalálnia az igazit. Végül azonban megtérült a kitartása, és most már igazán boldognak érzi magát. A nehéz időszakokat sem sajnálja. Hiszen akkoriban született meg lánya, akitől mára már két gyönyörű és imádnivaló unokája van. Hinni kell, hogy megvan a párod valahol. A szerelem nagyon fontos az életemben. Hogy meg tudjam valósítani azt a boldogságot, harmóniát, nyugalmat, amit láttam otthon. Ez volt, és most is ez a célom, mondta a lapnak Sáfár Anikó.